Szól az alapigénk is. Lukács evangéliuma 11. fejezet első versét olvassuk fel. A nagyoknak is szabad tovább figyelni, de a fiataloknak is szabad tovább figyelni. Tehát Lukács 11.1. Ahol az evangélista feljegyzi a következőket. Köszönöm. És lőn, mikor ő, mármint Jézus Krisztus imádkozott egy helyen, minek utána elvégezte az imát, mondta néki egy az ő tanítványai közül: taníts minket imádkozni, miképpen János, mármint keresztelő János is tanította az ő tanítványait. Nem tudom, hogy gondolkoztatok-e már azon, hogy milyen lehetett Jézus Krisztus tanítványának lenni, már hogy ott közvetlenül, tehát nem ilyen távolról, mint mi. Azért abban lehetett valami különleges és csodálatos, hogy ők látták a mindennapi életét. Mi többnyire azt tudjuk, hogy mit mondott, amikor tanított, vagy hogy gyógyított, de ők látták a mozzanatokat is az életében, a hétköznapokban. Ez is egy ilyen mozzanat volt. Annyit mond Lukács, hogy valahol imádkozott, ugye félrevonult, de talán látótávolságban, és amikor elvégezte, visszajött. És akkor az egyik tanítvány megkérte arra, hogy ha már imádkozott úgy is, hogy tanítsa őket is imádkozni. De azt hittem ide magamnak, hogy nagy kiváltságuk volt, hogy láthatták a hétköznapi életét, a hit életét, az ima életét. Tény, hogy nekünk van 4 evangéliumunk is, 4 evangélium van a birtokunkban, de rájuk valahogy nyilván több hatás jutott, több minden hatott rájuk, és ennek ez egy példája, amit felolvastam, hogy látva az ő imádságát, hogy hogyan él és hogyan imádkozik, egy ilyen apropó hátterén, hogy pont visszajött az imából, megfogalmazódott egy kérdés az egyik tanítvány részéről. Nem tudom, ti gondolkoztatok-e már azon, hogy amikor azt mondja, hogy taníts minket imádkozni, ez nem olyan dolog, mint mondjuk egy keresztségi tanulás, hogy nagyjából a nulláról elindul az ember, és akkor felkészítik rá. Ezek a tanítványok, Jézus tanítványai, ezek hívő családokban nevelkedett hívő emberek voltak. Amit most megkérdeztem a mi gyermekeinktől, azt tőlük is megkérdeztem. Jaj, bocsánat, hozzájöttem. Azt tőlük is megkérdezhettem volna, bocsánat, éget nem csináltam. Azt tőlük is megkérdezhettem volna, hogy szoktatok-e imádkozni, volt-e már tapasztalatotok, és biztos vagyok benne, hogy mind a 12-re igaz, szerintem még Júdásra is igaz volt, hogy igen, nekik volt ima életük, így nőttek fel, voltak ima tapasztalataik. De, kérdezem én, akkor miért kérték az Urat, hogy tanítsa őket imádkozni? Nekem az a gyanúm, hogy ők látták, hogy valami máshogy megy Jézusnak általában. Nem biztos, hogy az imájában megy máshogy, hanem ők azt látták, hogy az egész élete, az egész szolgálata sokkal erőteljesebb, masszívabb. Nagyon érdekes, hogy egyszer azt mondta, eszembe jutott a készülés során, amikor lejött a megdicsőülés hegyéről, ha emlékeztek, ott volt egy apa a fiával, akit nem tudtak meggyógyítani a tanítványok, és mondta, hogy hát nem tudták meggyógyítani a tanítványait. Akkor mondta, amit mondott, most nem idézem, meggyógyította ezt a fiatalembert, ezt a gyermeket, ezt a fiúcskát, és utána nagyon helyesen megkérdezték a tanítványok, hogy mi miért nem tudtuk. Nem tudom, ti mit gondoltok erről, ez nem egy ilyen naturkíváncsiság, ez egy egészséges kíváncsiság. Ha én valamit nem tudok, amit elvárható lett volna, hogy tudjak, akkor fel kell tennem a kérdést, hogy mit csináltam rosszul, mi hiányzott, mit tanulhatok ebből a helyzetből. És emlékeztek, hogy Jézus mit mondott erre, hogy mi volt az ő titka, hogy ő neki miért engedett az a megszálló démon? Azt mondta, az ilyen nem megy ki csak. Jól emlékszek, böjtés imádság által ezt mondta. És megint ott van, felteszenetek a kérdést, hogy miért? Hát szerintetek a 12 nem imádkozott gyerekkorától? A 12 nem imádkozott a 3,5 év alatt, amíg Jézussal jártak? Szerintem ők is imádkoztak. De itt jön ki az, amit hangsúlyozni szeretnék, hogy rájöttek, hogy de ő akkor máshogy imádkozik. Akkor valami más. Más a gyümölcse, más az eredménye, máshogy működik az imádság Jézus életében, és ezt a másként ható imát, ezt az erőteljes, hatású és gyümölcsöző imát, ezt látva mondták Jézusnak, hogy taníts minket imádkozni, mert mi imádkozunk, de érezzük, hogy ez nem az igazi. Most látom, hogy egy kitérőt teszek, de ide tartozik.
Ugye mi azt valljuk, hogy mi a nagy küzdelem keretében éljük az életünket. Mi, akik itt vagyunk, minnyáján ezt tudjuk, erőgyőződtünk meg, ezt valljuk. Ami a világban történik, az nem a véletlen műve. Itt jelen van két hatalmas erő. Sátán a rosszat műveli, a pusztítást végzi, de van egy még nagyobb erő, ez az isteni erő, és kettejük között túl egy nagy eszmei harc, fizikai formában is megvalósul. Megvalósul emberek elpusztításában, sátán részéről, háborúkban, földrengésekben és a többi, és megvalósul Isten részéről, amikor ezeket az erőket fékezi, keretek között tartja, gyógyít, megment, segít. Egy nagy küzdelemben élünk, és nem tudom, ti mennyit gondolkoztatok ezen, hogy én sokat gondolkoztam, lehet, hogy nektek még ezt nem mondtam, hogy történelmet, mikor olvastam, volt a 30 éves háború, valaki megszületett az elején, már 20 éves felnőtt volt, és békében még nem élt, hogy az milyen lehetett. Most mondják, hogy például a Donbaszban, ott régebb óta van ez a harc, tudjátok, ahol most éppen ezek a harcok dúlnak, azokban a megyékben már 2014 óta gyakorlatilag folyik egyfajta hát melegháború, tehát lőnek egymásra. Gyerekek úgy nőnek fel, akik azóta születtek, hogy nem óvodában, hanem óvóhelyeken. Tehát, hogy milyen lehet úgy élni egy háborúban, de gondolkoztatok-e azon, hogy mi mindjárt ugyanebben a helyzetben vagyunk, hogy beleszülettünk ebbe a történelembe, akárhány évesek is vagytok, mi még nem éltünk olyan értelemben békében, hála jó Istennek a világháború óta, meg 56 óta itt nyugalomban úgy, ahogy, de a bűn hatása az érződik hétköznap, minden nap. Mi olyan békében, amire szántak bennünket a mennyben, Isten az Édenben az őszüleinket, ami erre bennünket is szánt eredetileg, ami erre most szán bennünket az üdvösség jegyében, az igazi békességben, abban mi nem éltünk, mi egy háborúban élünk. Ez sok mindent megmagyaráz az életben, hogy miért úgy történik, ahogy. De amit én most hangsúlyozni szeretnék ezzel kapcsolatban az az, hogy igen, itt élünk egy háború közepette, de nem vagyunk magunkra hagyva. Értünk, mellettünk, bennünk, küzd Isten az ő angyalai által, a Szent Lelke által, és nem hagyott bennünket magunkra, mert adott nekünk egy hatalmas fegyvert ebben a küzdelemben a kezünkben, és ezt nem máshogy hívják, mint az, hogy imádkozhatunk, és bármikor segítségül hívhatjuk őt. Két modern hasonlatot engedjetek meg. Az egyik, amit eleve is terveztem, nemrég hallottam, én nézek ilyen értékelő műsorokat, mert érdekel itt a háború kapcsán, és azt mondták egyszer, még visszább megyek egyen, ha nem baj, bocsánat, hogy egyszer azt mondták, hogy az öreg Fordot, a Ford gyárost, ugye onnan van ez az autó is, ugye az volt a családnév, ha jól tudom, Henry Fordnak hívták, megkérdezték, hogy melyik szerint a legjobb kocsi. Hallottátok már ezt a történetet? Hát akkor is már több félét gyártottak. Tudjátok, mit mondott a Ford? Nem azt mondta, hogy a Ford a legjobb kocsi. Azt mondta, hogy a legjobb kocsi az új kocsi. Mert az van a legkevesebb baj. Tehát nem típust mondott, hanem évjáratot. Na és erre hasonlít az, hogy megkérdezték most ilyen szakértőket, hogy melyik a legjobb tank, mármint most ebben a szomorú háborúban, ami van. Tudjátok, mit mondtak a szakértők? Mert mindenki megint típust várna, nem? Megint be fogunk csapódni. Azt mondták, hogy az a legjobb tank, amelyiknek a legjobban ki van képezve a személyzete. Vagyis, hogy nem a tank teszi, hanem azok, akik működtetik. Ezt azért mondtam el nektek, hogy az imádság az egy hatalmas fegyver, amit Isten szánt nekünk, de ha mi nem vagyunk gyakorlottak ennek a használatában, ha nem használjuk ki a lehetőségeit, ha nem élünk vele, akkor a mi esetünkben nem tud hatni ez az amúgy hatalmas eszköz. És mondanám a másik modern hasonlatomat, ugye most kitettem már a mobilomat, meg repülőgépes üzemmódban van, de itt vannak ezek a vackok, nektek is van. Ha valami kapcsolatot akarunk, mi kell hozzá? Térerő, igaz? Voltatok már úgy, hogy lementetek a térképről? Nekem vannak ilyen holterek, a autóval is, ha megyek, nem mindenhol lehet az országúton, azért még most sem. Azt mondják, hogy ha nagyon mélyen vagy valami pincében, vagy akkor annyi, tehát ha nincs átjátszó adó ott helyben, akkor nem. Ti tudtok olyan helyet mondani, ahol az imádsághoz nincs térerő? Van olyan mély tömlöc, van olyan vastag fal, van olyan erős őrség, hogy ne jusson ki az imádság? Hát semmi. Hát figyeljetek, kezdetleges módszerek. Imádság ellen senki nem tud tenni semmit. Ott mindig van térerő. Ott mindig van térerő, Isten mindig elérhető, és ebben valami különleges és csodálatos a számunkra, főleg annak a hátterén értékelem én ezt, hogy mi már emberileg mi mindent elérünk technikailag, de ezt soha nem fogjuk tudni elérni. Ráadásul ugye, ti is tudjátok, van egy különbség, hogy vannak ezek a mobilok,
mindig nyúlkálok a zsebemhez, pedig nem itt van, szóval vannak a mobilok, és ezek tornyokon keresztül kommunikálnak. És azt is tudjátok, hogy vannak műholdas telefonok, amikhez nem tornyok kellenek, hanem a műholdak révén, tehát ahol nincs amúgy tényleg térerő, ott is működnek. Azért egy nagy dolog, hogy egy mobiltelefon, kicsit talán nagyon méretűek, mint a miénk, az egy műholdig elhord, nem? De a műhold az hol van az Istenhez képest? Hát az itt van a küszöbben, a szomszédban. De a mennybe, hogy odáig van térerőnk, na az már valami. Ez csak a bevezetés, kedves gyülekezet, arra nézve, hogy milyen nagy dolog az imádság, és én félek, hogy nem értékeljük a maga helyén. Ha abból indulok, hogy ezt az Isten adta nekünk kapcsolattartás eszközéül, ingyen van, se SIM-kártya, se előfizetési díj, se semmi nincs hozzá, bármikor megszólíthatjuk az Istent, és hogyha egy olyan lehetőség van ebben, hogy a tanítványok maguk kérték Jézus, hogy tanítsa őket imádkozni, akkor fel kell tennünk azt a kérdést magunknak, hogy ezen a háttéren nekem milyen az ima életem. Én arra kérlek titeket, hogy mindegyikőtök tegye fel magának most ennek a kapcsán, meg nem csak most ebben a pillanatban, hanem majd amikor befejezzük délben, utána, majd a héten gondolkozzunk ezen, hogy ahhoz képest, hogy az Isten nekem is adta ezt az ajándékot, ahhoz képest, hogy meghatározó, szerves része a hívő életem megélésének, a lelki küzdelmeim megvívásának. Csak egy megjegyzés. Dávid Zsoltára itt szeretitek? Egy jó részük imádság. És egy jó részük nehéz helyzetben mondott imádság. Milyen hatalmasan működik Dávid esetében is ez az ajándék, ez az imádság. Tehát, hogyha ezek így vannak, akkor én elégedett lehetek az ima életem mostani minőségével, mienségével, ahogyan én gyakorlom az imádságot az életemben, vagy az én kérdésemet is megfogalmazta ott akkor az a névtelen tanítvány, hogy de jó lenne ebbe fejlődni, ebben több van. Szeretnék én is úgy imádkozni, mint mondhatnám Pétert, mondhatnám Pál, de miért őket mondjam? Mondom Jézust, nem? Így van, így van. Tehát mindig jó, hogyha látunk egy előttünk járó valakit, de azért a legjobb az, hogyha a legelsőre tekintünk. Milyen az ima életem? Egy pár kérdést, már milyen szempontot hagyd tegyek ehhez hozzá. Rendszeres az én ima életem? Tehát milyen rendszeresség van ebben? Ha igaz az, hogy az ima lélek lélegzetvétel, amit az előbb idéztem, azt nem csak a kicsiknek idéztem, vagy a fiataloknak, akkor nem lehet, hogy mi néha visszatartott lélegzettel éljük a mindennapokat? Elég intenzív a mi légzésünk. Nagyon sokat hallani különben fiziológiailag, tehát a test szükségletéről, hogy milyen fontos, hogy hogyan lélegzünk, meg friss levegőn legyünk. Kedves gyülekezet, én félek, hogy sokszor nekünk elégtelen, felszínes a lelki légzésünk. Nem rendszeres, nem mély. Mennyire kitartó? Nektek is feltehetném a kérdést, fel is teszem, csak most nem várok rá választ, hogy vannak-e tapasztalataink az imádságban. Nem tudom, figyeltétek-e, én körbejártam ezt a kérdést itt röviden a gyerekekkel, hogy az egy nagyon jó tapasztalat, hogyha választ kapok az imámra, és pozitív választ. Az is egyfajta tapasztalat, ha nem kapok választ, de legalább utána megtudom, hogy így volt jobb. Tehát igazolódik az Isten döntése, hogy a javamat akarta azzal is, hogy nem hallgatott meg. Ugye is írtam magamnak, hogy a meghallgatás, mint ima tapasztalat, vagy ami ugyanennyit ér, hogy nem hallgat meg, de a javamra nem hallgat meg. Lehet-e akkor ez a mi kérésünk, és amit a tanítvány kérdezett, hogy taníts minket imádkozni? Ha kérdezzük, akkor hogy kérdezzük, hogy belefér? Tehát azért jobb lenne ebbe is fejlődni, vagy azt mondom, hogy erre kifejezetten ki vagyok éhezve, érzem, hogy erre szükségem van, érzem, hogy sok minden más lenne az életemben, hogyha az imádság nagyobb szerepet kapna. Mélyebben fel tudná szántani a lelkemet. Ha több időt szánnék rá, több ima célt tartanék számon. Én hallottam milyeneket, megmondom nektek őszintén, hogy nekem kicsit, nem tudom mi a jó szó erre, furcsa vagy formális vagy, szóval nehéz elképzelnem, de egyre inkább helyet kell, hogy adjak ennek. Hallottam olyat egyik presbiter testvérünkről, a felesége mondta nekem, hogy minden este úgy imádkozott, hogy kigöngyölt a papírt maga előtt, és névsor volt rajta. Meg célok. És az, nekem akkor fiatalon ez úgy tűnt, hogy na hát ennyit nem tud fejbe tartani, most már én sem vagyok olyan fiatal, és néha szégyenkezek, mert napközben teszem, hogy én azért is imádkozni akartam, hogy. Testvérek, én szerintem nem volna az ima értékéből, hogyha a véges voltunkra tekintettel felírjuk magunknak, hogy kiért, miért, milyen körülményekért, milyen körülmények között élő emberekért szeretnénk imádkozni.
Milyen a mi ima életünk? Nem lehetséges, hogy még jobb lenne a hit életünk is tőle, hogyha ebben fejlődnénk? Nem lehetséges, hogy a másokért végzett munkánkon több áldás lehetne, hogyha az imában ez helyet kapna és fejlődnék. Egy kicsit nekem olyan ez az ima, mint hogyha a gyökere lenne mindennek, ami e fölött felnő az életünkben. Legyen az a személyes hit életünk, vagy a másokért végzett munka. Ide írtam azt is magamnak, hogy voltak-e már ima tapasztalataink. Igen, ezt kérdeztem az előbb már tőletek is, meg még a fiataloktól is. Ezt most úgy értem, hogy ráéreztünk-e már az imádság ízére? Most a DET-nél átvettük ugyanazt a szoftvert, amit a Tisza már évek óta használ a pénztári nyilvántartásokra, és hát az történt, amire számítani lehetett, hogy sok ember fázott a változástól, teljesen megértem. De már megkaptam az első rajongó leveleket a héten pénztáros testvérektől, hogy milyen jó ez a program. Nagyon sok mindennel így vagyunk, hogy amíg nem próbáltuk ki, hát legalábbis nem tudjuk hova tenni, vagy idegenkedünk tőle. De aztán, amikor egyszer már úgy, bocsánat, a szívem, hogy belecsaptunk a húrok közé, vagy szóval, hogy elkezdtük, onnantól átrendeződik az értékrendünk, onnantól más lesz. Aki ráérzett az imádság ízére, szerintem azutána nem kötelességszerűen fogja gyakorolni, hanem ki van rá éhezve. Hiszen az ima nyomán egy belső béke lesz az osztályrészünk, ha más nem is. Megnyugszom, leteszem a terheimet, majd a záróének is beszél, erről látni fogjátok, a 300-as énekkel fogjuk befejezni. Egy belső béke költözik a lelkünkbe, egyszerűen nem zaklatnak úgy fel dolgok, úgy leperegnek rólunk dolgok. Ugye eszembe jut az, hogy 90-ben vagy 91-ben történt, hogy kiránduló helyeket kerestünk a bozsvai tábor közelében, Hentz Csaba barátommal, sajnos ő már azóta nem él. És aztán úgy elváltak az útjaink, és kiderült, hogy mind a ketten borreliózis fertőzést kaptunk. Tudjátok, hogy mi az, kullancsok terjesztik, tehát egy fertőzés gyakorlatilag, ilyen kokárdaszerű, körkörös, ilyen piros-fehér bőrrel színeződése jele. Akkor még ez új dolog volt Magyarországon, nem nagyon tudták az orvosok, én pont egy olyan orvoshoz kerültem, aki tudta, hála az égnek. És az a lényeg, hogy felírta a mi iszonyú erős kúrát, antibiotikumokkal, bocsánat, teszem be a szó, 3 hétig felváltva, 3 férével, nagy dózisban. Volt aktív, amikor megtudtam, hogy ez a lónak is elég lenne. Én éreztem is különben, hogy perget le rólam minden, mint hogy a páncélingbe jártam volna, akármilyen fertőzés jött, hát telítve voltam antibiotikummal. És most hirtelen ez jutott eszembe, amikor erre a pontra értem így a vázlatomba, hogy higgyétek el, hogyha mi nekünk egy olyan hatékony ima életünk van, amiben naponta megerősödünk, tehát nem esünk vissza, hogy megint kiéheztetjük magunkat, a lelki immunrendszerünket, hanem stabilan Krisztusban vagyunk és belső békességünk van, akkor egy csomó külső körülmény, ami most hat ránk, zavar, felzaklat, megfoszta békénktől, ezek így fognak leperegni rólunk, mert belül meg vagyunk erősödve, szilárdulva, az ima békességet ad, és a külső tényezők nem tudnak ezzel szemben igazán békétlenséget előidézni bennünk. Aztán még egy jó érvet hadd mondjak, ez lehet, hogy fura lesz, hogy miért jövünk ide szombatonként? Hogy nevezzük mi ezt a helyet? Imaház, ugye? Néhogy kicsit talán furcsáljuk, vagy szégyeljük is, hogy nem templom, az olyan jól hangzik, hogy templom. Igen, de tudjátok, hogy miért hívjuk imaháznak az imaházat? Máté 21.13, az én házam imádságházának mondatik. Tudjátok, hogy ez a templom tisztítás kapcsán hozik el különben. Tehát nyugodtan büszkén mondjátok, hogy mi imaházba járunk. Az Úr mondta, hogy arra való. Az templom volt különben, csak pont nem templomként használták. Azért járunk az imaházba, mert ez a dolgok rendje, a hitünk szerint itt találkozunk Istennel, mert az imádság maga is egy találkozás Istennel. Ez is arra utal, hogy nekünk komoly szerepet kell, hogy játszon az imádság az egyéni, de a közös ima életünkben is. Tehát akkor visszatérek a kérdéshez, milyen az én ima életem, van-e tanulni, fejlődni valóm? Ugye van egy ilyen mondás, ti is tudjátok, hogy a jó pap az holtig tanul. Én mondjuk igyekszem, de mi mindnyájan királyi papság szent nemzet megtartása való nép vagyunk, erről is prédikáltam talán épp a legutóbb. Tehát a jó hívő is jó pap, és holtig kell, hogy tanuljon, és az imát is tanulnunk kell. És itt vannak ezek a White idézetek, megmondom őszintén, fejből idéztem, már nem tudtam kikeresni, de emlékszem ezekre. Ugye 2 már elmondtam itt a fiataloknak, de elismétlem. Az egyiket ismétlem most, tehát az imádság megmozgatja azt a kart, ami a világegyetemet mozgatja.
Aztán olyat is mond, hogy imádság hatására olyan dolgok történnek meg, amik különben nem történtek volna meg. Tehát ne csináljunk úgy. Egyszer azt mondta az egyik kollégám, aztán ez megtörtént, hogy együtt imádkozott valamelyik testvérrel, és az mondta, hogy olyan röviden tudott imádkozni. Azt mondta, hogy Uram, Te mindent tudsz, mindent látsz, amen. Ami önmagában igaz különben, csak hát nem egy testes imádság, azért legyünk őszinték. Erre mindjárt vissza is térek, hogy tényleg minek imádkozni, hogyha az Isten úgyis mindent tud. Majd mindjárt mondom, hogy miért. De ezt vegyük komolyan, hogy jelentősége van az imánnak, mert megmozdítja Isten karját esetekben, dolgokban, és bizony olyan dolgok történnek meg, amilyenek különben nem történtek volna meg. És ezek hátterén érdekes az a mondat, amit utoljára hagytam, szintén idézet, hogy az angyalok azon csodálkoznak, tudjátok, hogy van tovább? Hogy mi milyen keveset imádkozunk. Jó lenne valami másról csodálatba ejteni az angyalokat, ne? Most gondoljátok meg, hogy olyan, mintha két dimenzióban élnénk. Vagyunk mi egy kicsit, most hagyd mondjam így, nem akarok sérteni, de hogy földhöz ragadtabbak vagyunk az üdvtörténetet illetően. Az angyalok kicsit felülről látják dimenzióiban egészében ezt az egész földi küzdelmet, és nem értik az angyalok, hogy itt van a kezünkben ez a hatalmas eszköz, és mi nem nagyon élünk vele, vagy immelámban, vagy nem használjuk ki eléggé. Ott van benne az a hatalmas lehetőség, és nem tesszük. És akkor most egy pár dolgot engedjetek meg, hogy így felsoroljak, így kicsit frissítve is azt, amit tudunk, de egy kicsit én ösztönözni is szeretnék ezáltal. Miért imádkozunk egyáltalán? Látod az előző kérdésem, hát hogyha az Isten úgyis mindent tud. Ugye tény, hogy eleve Isten szólítjuk meg, tehát először is legyünk a tudatában, hogy mi nem formálisan imádkozunk, nem azért, hogy többiek lássák, hogy imádkozunk, hanem mi felfelé imádkozunk. Hát az lenne az igazi, hogyha mi nem egy kívánságlistát közölnénk az Istennel. Itt nagyon igaz, amit idéztem, Isten úgyis mindent tud, nem? Tehát tudja, hogy mit szeretnék, azt is tudja, mire van szükségem, esetleg azon túl, amit én szeretnék, én nem gondoltam rá, ő látja, hogy szükségem van rá, vagy fordítva, hogy látja, hogy én szeretném, de inkább jobb lenne nekem, ha nem kapnám meg. Amikről szintén beszéltem már eddig. Igazság szerint nem Istennek van szüksége arra, hogy mi elsoroljuk, hogy szerintünk mit kéne nekünk a mi életünkben neki tennie, vagy éppen az ő művében mit tennie, vagy a gyülekezetben mit tennie, vagy a másik testvérrel mit tennie, hanem ez egy találkozás, amire nekünk van szükségünk. Emlékezzünk rá, az ima az a léleknek a lélegzetvétele. Nem azért imádkozunk, hogy az Istent informáljuk. Emlékeztek rá, amikor akit Pál apostolhoz elküldenek Damaszkuszba, hogy vesse rá a kezét, és akkor elmúlik a... Hogy? Ananiás, köszönöm szépen, igen, tudtam, hogy abban is köszönöm szépen. Ananiást, és emlékeztek, hogy Ananiás mit mond Istennek? Az egyik legaranyosabb szakasz nekem a Bibliában. Uram, ez azért jött ide, és elmagyarázza Istennek, hogy Pál ellenség. És ez olyan aranyos nekem mindig, hogy nem jutott eszébe, hogy ezt az Isten nagyjából tudja azért, és ezzel együtt azt mondta, amit mondott, hogy csinálja. Nem kell informálnunk az Istent, vegyük komolyan. Akkor már most itt hagy utaljak rá. Emlékeztek a mi atyánkra? Az egy minta. Nem szó szerint kell mindig imádkozni, lehet úgy is különben, de egy mintát ad. Abban hány kérés van, emlékeztek rá? Én kettőre emlékszek alapvetően. A mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és hogy ne vigy minket a kísértésbe, ugye? Tehát van egy... Igen, szabad is meg gonosztól, igen, ezt ideveszem jogos teljesen, de a csapás irány, akkor van egy olyan, hogy földi szükségetek, egy kérés berintézve, nem? Ami minden napi kenyerünket. Ez összefügg az előző témával, a felhalmozással, tehát, hogy Uram, a következő 3 évre ad meg a kenyeremet, nem ez van a mintaimában, hanem a mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma, és benne van az, hogy a lelki küzdelmemben ne enged, hogy túlterheljen a sátán a támadásaival. Na de hát, hogy csak ennyi van benne, akkor miről szól a többi? Hát ez az izgalmas. Hogy Istenről szól, hálaadásról szól, Isten megdicsőléséről szól. Tehát én úgy érzem, hogy a mi imáink sokszor olyan egyensúlyt vesztett imádságok, hogy olyan egyoldalúak, és olyan, hát kicsit azt kell mondjam, bocsássadom, hogy az önzésünk csapódik le abban is. Úgy mondom, hogy én is, tehát nehogy azt higgyétek, hogy én magamat ebből kizárom, vagy kiveszem. Magamba ismerem fel, gondolom más is így lehet vele, hogy magunk körül forognak az imáink is, de nem így kéne, nem így kéne. Ugye azt mondja a Biblia, hogy Isten gondolatai jutnak el hozzánk a Biblia formájában,
És ezek gondolatokat ébresztenek bennünk, és mi kéhezünk arra, hogy valamit válaszoljunk, és erre való az imád, csak mi meg elmondjuk, hogy mi mit gondolunk, nem feltétlenül mit kérünk, hanem mi bennünk mit munkált az Isten igéje. Tehát egy oda-vissza kommunikáció, mondjuk annyiban egyenlőtlen a felállás, hogy Isten úgy is tudja, hogy mit munkál bennünk, de nekünk jó azt kimondani, nekünk van rá szükségünk. Hogyan imádkozzunk? Tudom, ez fura most nektek azt mondani, de hát hogyha a tanítvány megkérdezte az Urat, hogy taníts minket imádkozni, most nem tanítalak titeket, csak úgy számba veszek szempontokat, hát a segít. Ugye az egyik az az, hogy ha mi imádkozunk, akkor nem kisebb dolgot teszünk, mint a mindenható Isten szólítjuk meg, és irányítjuk a figyelmét magunkra. És az egy csodálatos dolog, hogy bármikor tud ránk figyelni. Amit elmondtam a térerőről, mindegy, hogy hol vagy. Az is mindegy, hogy hányan imádkozunk. Bocsánat, csak egyszer hallottam ilyet, hogy valaki azt mondta, hogy ő éjszaka imádkozik, mert akkor a többiek alszanak, jobban tud rá figyelni az Isten. Nyilván földön az órán meg hiányzott, hogy túloldalt meg most van világos. Tehát. Ugye ezek a mi korlátaink. Ja, nekem az a csodálatos, hogy a jó Isten simán. Tehát ez neki nem gond. Tud figyelni, nagyon is figyel. Sőt, azt mondja Dávid a 139. Zsoltárban, még ajkamon sincs a szó, ez az imára is igaz. Én már egészen érted azt, Uram. Még egyszer mondom, hogyha nagyon rigorózusan, ilyen matekos aggyal gondoljátok végig, hogy én is szoktam a dolgokat, akkor semmi értelme imádkozni. Mindent tud, mindent lát. De nem azért imádkozunk, hanem azért, mert nekünk a lelkünknek van arra szüksége, hogy kimondja, hogy elmondjuk. Így van, így van. Tehát ez olyan kicsit, mint amikor a keresztségre mi szükség van, hát úgyis elvégezte a lélek a munkáját az ember lelkében, nem? Hogy mi szükség a házasságra, hát úgyis szeretik egymást, nem? De el kell hangozzon az az igen egy házasságkötésnél, el kell hangozzon az a fogadalom egy keresztségkor. Egy imában meg kell fogalmazódnia annak, amit bennem az Isten kimunkált a Szent Lelke által. Szükséges a tisztelet, amiben benne foglaltatik a testhelyzet, nyilván bizonyos körülmények között. Ugye Nehémiás, amikor felfohászkodott, akkor nem kért időt a királytól, hogy válaszoljon a kérdésre. Nagyon nem véletlen az, hogy miért szoktunk csukott szemmel imádkozni, nem azért, mert úgy illik. Ugye a gyerekeknél van ez a játék, hogy láttam, hogy nyitva volt a szemed, mikor imádkoztál. Tudod, az mit jelent, hogy akkor az is, aki látta. Tehát ugye ezek a ilyen csacskaságok. Hanem azért csukjuk be a szemünket, mert a legtöbb inger a szemen keresztül ér bennünket, és eltereli a figyelmünket. Ezért kizárjuk, amikor becsukjuk a szemünket, kizárjuk a külső ingereket. Ugye erről szól az is, amit már itt idéztem a gyerekek kapcsán, hogy Jézus azt mondta, hogy amikor imádkozol, akkor ne demonstrálj, ugye nem ezzel a szóval mondta, de ne azért imádkozz, hogy lássák, hogy te milyen kegyes vagy, hanem hogy imádkozzál, menj be a te belső szobádba, privát módon, az a te dolgod meg az Istené, és nekem mindig olyan gyönyörű ez a szakasz, azt mondja, hogy mondd el nyilvánvaló módon ott az Istennek azt, amit gondolsz, felszabadultan, ne zavarjon azt, hogy mások hallanak, csináld úgy, hogy ne halljanak, legyél őszinte az Istennel, és a te atyád, aki titkon néz, mert ez a kettőtök dolga, megfizet neked nyilván. Tehát az, ami válasz lesz, azt majd mindenki látja. Az nem titokban fog történni. Olyan szép ez a szakasz, most csak ennyire tudtam rá kitérni. Aztán van egy ilyen kifejezés, ami nincs benne a Bibliában, de én így mondanám, hogy az is a tisztelethez tartozik, hogy amikor Isten elé járunk, azért összeszedetten igyekszünk beszélni. Ez egy érzékeny egyensúly, mert nyilván nem egy mesterkértségről van szó, vagy nem megírva előre imákat. Köztünk legyen szó, vagy én néha furcsálom, nagyobb nemzetközi összejöveteleken látok ilyet, hogy amúgy hát gyakorló hívő emberek, meg komoly tisztséget betöltő emberek úgy felolvassák az imát, előre megírják és felolvassák. Biztos jó szándékkal teszik, tehát én nem kritikaként mondom, de nekem nem olyan szerves, meg természetes a dolog. Én szeretek szabadon beszélni igehirdetésben is, és imában is, ami nem jelenti azt, hogy előzetesen ne gondold át, hogy most mivel is jössz az Istenhez. De gondolnak, hogy megszólítod az Istent, vannak akik sokszor egy imán belül, nem tudom mennyire szerencsés, hát ha egyszer szóltál, úgyis figyel rád. Megszólítják az Istent, és közben még, hogy így mondjam, gerebézik, kapargatják a gondolatokat. Azért az Istent megilleti egyfajta tisztelet. Nem véletlen, hogy azt mondta az Úr, hogy ne legyünk sok beszédűek az imában. Nem lesz jobb a hatásfoka, ha sokáig mondjuk, és ne szólongassuk folyton imában sem az Istent.
Azt írtam ide magamnak, talán még egy modern hasonlatot megengedtek, nem tudom, tudjátok, hogy mi az, hogy chat. Nyilván egy korosztály tudja, hogy mi az, hogy chat. Ez az, amikor így interneten keresztül írásban egy párbeszéd zajlik élőben. Tehát én írok valamit, a másik már látja és válaszol. Például a gyülekezeti listán, ugye a Messenger az nagyjából ennek felel meg szerintem. Most az ima is lehet chat, mert ez nem úgy van, mint az adóvevőn, hogy lenyomom a gombot, és most csak én beszélek, és Isten nem beszélhet addig, hanem ő tud interaktívan válaszolni, hogy miközben én elmondom, mit érzek, ő bennem újabb gondolatokat, meg érzéseket tud ihletni. Menet közben kaphatok válaszokat. Amikor valamit nem tudok, amiről itt beszéltünk, hogy mit döntsek, sokszor imában kapunk rá választ, hogy úgy érezzük, hogy valami késztetés, hogy inkább ez a döntsd, és a másikat ne annyira. Egy pár tippet, ha megengedtek, hogy mit tegyünk imádság tárgyává, miért imádkozzunk. A Bibliából veszek egy párat, csak azért lássátok, hogy ha valaki mondjuk úgy van vele, hogy ő imádkozna, de hát miért is, tudok témajavaslatokkal szolgálni, mármint a Szentírás. Azt mondja, hogy imádkozzunk Szentlélekért. Emlékeztek rá? Tudtok jó ajándékot adni a ti gyerekeiteknek, mennyivel inkább áldatti mennyei atyátok szent lelket annak, aki kéri. De tukmálni nem fogja, aki kéri. Azt mondja, hogy kérjétek az aratás urát, hogy küldjön munkásokat az aratásában. Lelkészek formájában is, új lelkészek formájában is, de nem csak. Hanem, hogy kimenjünk az emberek közé, és segítsük az üdvösségüket. Tehát imádkozunk Szentlélekért, konkrét munkavégzőkért, imádkozhatunk az egyén életünkben a győzelemért, hogy az önátadásunk teljes legyen. Itt is hadd mondjam el, hogy egyszer olvastam Ellen White valamit angolul, és volt már egy olyan klassz angol szó, aki tudnak angolul, jobban értékelik majd talán, de majd lefordítom. Az a szó, hogy self-forgetfulness. Ez azt jelenti, hogy az önmagadról való teljes elfeledkezés. És ez egy olyan klassz fogalom, angolul ütősebb egy kicsit nekem, mint hogyha én magyarul körülírom, hogy az kell a hívő élethez, hogy nem magad körül forog, hanem magadról elfeledkezz. Krisztus körül forog, meg az emberek körül. Ezért is lehet imádkozni, hogy ebben növekedni tudjunk, fejlődni tudjunk. Imádkozni másokért, hogy mondtam a gyerekeknek is, az az igazán erős ima, ami nem rólam szól, hanem róla szól, Krisztusról szól, Istenhez szól, és másokért szól, a testi meg a lelki szükségleteikért, áldásokért. Imádkozhatunk útmutatásért döntésekben, hogy Isten vezessen bennünket. Imádkozhatunk a művéért, esetleg ott is, ahova el se látunk, a világ távoli zugaiban, ahol emberek tényleg megpróbáló körülmények között végeznek misszió munkát. És azért ne felejtsük el, Pál apostol azt mondta, hogy imádkozunk a társadalom vezetőiért, bárminek a titulusa, ez most ugye modern nyelveken vannak már más, királyokért azt írta Pál, meg fejedelmekért, akiken sok múlik abban a tekintetben, hogy békességben élhetünk-e. Mi is, de a társadalmak is. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, most látjuk igazán, ebben a feszültségben, amiben élünk itt már egy éve legalább most a háború kapcsán, hogy milyen sok múlik a nagy döntéshozókon. És még egy kicsit türelmeteket hadd kérjem, már csak egy pont van a vázlatomból, hogy ez ilyen gyakorlati dolog, hogy mikor imádkozzunk, hogy teremtsük meg az alkalmát egy ilyen modern világban, mint amiben élünk. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, én szerintem a mai világ az nem egy imádságbarát világ. Tehát az életforma az nem kedvez ennek. És rád néztem, voltam nálatok is benne a munkahelyen, ott is nehéz elképzelni, hogy az ember erre alkalmat találjon. Dániel, emlékeztek, hogy hányszor imádkozott egy nap? És mi hányszor szoktunk imádkozni? A nagy átlagban szerintem kétszer, jó esetben. Egyszer reggel, egyszer este. Hadd mondjam el nektek, hogy egy kicsit eszembe jutatja ez. Egy erdélyi orvos testvérünk egyszerű délután felhívott, mikor kiment egy beszélgetésbe, és mondta, hogy tetszenek neki az ige hirdetések, amiket lát, de hogy túlsúlyosnak talál, most elárulom nektek, hogy ez volt. És jó szándékkal mondta, hogy segít, és elkezdtünk együtt hát már 8. hete egy ilyen szisztémát, aminek a keretében már 6 kilót sikerült fogynom, és őtőre hallottam azt a dolgot, hogy a modern étkezésnek az a gyakorlata, ugyanezzel függ össze a modern életvitellel, hogy az emberek reggel elmennek dolgozni, és este esznek. És azt mondta, ez a szumósok étrendje, tudjátok, kik a szumósok, azok a japán ilyen túlsúlyos, ilyen birkózó félék. Azt mondta, hogy ott az a híz, őket hízlalják, szó szerint, hogy legyen súlyuk. Az a módszer, hogy először dolgoznak, edzenek, és utána esznek.
És azt mondta, hogy ezt kéne megfordítani, és a modern ember ugyanezt csinálja, először dolgozik, és aztán eszik, csak hát nem olyan szomós mértékben. És azt mondta, hogy először kell lenni, mi például kettő után már nem eszünk, kettőkor ebédelünk, kettőig megebédelünk, ha tehetjük. És azt mondja, hogy ez segít ezt helyrehozni. És ez azért jutott eszembe, egyrészt, mert csinálom már 8. hete, néha zavaró. Másrészt szerintem imába mi majdnem mindig ugyanezt csináljuk, szerintem. Reggel van egy áhítatunk, amennyi belefér, napközben elkövetjük a hibáinkat, amennyi belefér, és este, ha jó, minden jól megy, akkor van egy alapos imádság, amiben elrendezzük a hibáinkat. Nem sértő, amit mondok, de szerintem ez egy kísértés, hogy a reggel gyenge, sovány, mert hát nincs rá idő, napközben aratjuk, amit tudunk, a magunk módján, és jó esetben este mi vagyunk a bocsánatkérésben a legerősebbek, mert hát elrendezzük, amit. Elnézést, hogyha valakit ez sértene, de ezt egy veszélynek érzem. A Biblia meg azt mondja, hogy jó lenne reggel jó alaposan imádkozni, meg áhítatot tartani, hogy erőben menjünk ki, tehát megerősödve menjünk, mint egy jó reggeli után. És az az igazság, hogy az estig nem fog eltartani. Nekünk nagyon jó lenne, ezen gondolkozatok, ha máshol nem abból, amit elmondok, hogy hogy tudnánk megtalálni napközben, félidőben azt az alkalmat, azt a körülményt egy munkahelyen, pláne akinek nincs ilyen kötöttsége és szabadam, hogy ne csak reggelbe meg estébe gondolkozzunk, Dániel háromszor imádkozott. Most vagy azt mondjátok nekem, hogy rosszul csinálta és fanatikus volt, ugye nem mondjátok, vagy azt mondjuk, hogy azért valamire vitte így hitbe, nem? Tehát azért, és ez egy gyakorlati titka volt neki. És talán mondtam már ezt nektek, nem tudom, hogy egyszer, mikor én ezen úgy elgondolkoztam, az már volt, hogy 30 éve egyszer emlékszem, Bozsván voltam a táborban, összehívtak ebéd utánra egy megbeszélést az egyik jurtába egyeztetni, és senki nem jött el, csak én, és ott bosszankodtam, hogy itt ülök egyedül, és egyik se jött el. És aztán belém nyilalt, hogy de hát én ezen gondolkoztam, hogy hogy lehetne délbe imádkozni, és milyen jó, hogy egyik se jött el, itt vagyok magamban a jurtában, tudok imádkozni. Szerintem, ha keresitek az alkalmát ennek, az Isten segíteni fog találni ilyen alkalmakat. Szerintem már ettől változna a hitéletünk napi eredményessége, ha ezt törekednénk megvalósítani. És ha már Dánielnél járok, igen, van, amikor rögtön nem történik meg valami. Emlékeztek, hogy 3 hétig imádkozott, egyszer a 10. fejezet írja, és utána kapott választ. Tehát az nem imádság, hogy egyszer úgy feldobtam a témát, hogy így mondjam, aztán az Úr úgyis mindent tud, mindent lát, tartsa számon. Már bocsánat, hogy ilyen nyersen mondom. Legyünk kitartóak az imában. Ugye Jézus háromszor ugyanazt imádkozta a Gecsemáné kertjében. Mit bizonyít ez? Nem azt, hogy elfelejtette, hogy ne legyünk sokbeszédűek, hanem azt, hogy az ima az a lélek lélegzetvétele, és érezte, hogy az ő lelkének most többre van szüksége. És még egyszer, és aztán még egyszer elmondta ugyanazt. Ilyen élethelyzetek is lehetnek. A belső szobáról már beszéltünk. Nehémiást hoztam ugye példaként, hogy lehetnek élethelyzetek, ahol viszont fohászkodni van időd, nincs idő letérdelni, meg időt kérni. És a mi atyánkról is beszéltem már, úgyhogy arra sem térek ki külön. Kedves gyülekezet, azzal szeretném zárni a mondandómat, hogy az minden vágyam, hogy amit ma itt én elmondtam, amit láttam, hogy közösen gondoltunk át, mert láttam az arcotokat, és jó volt látni, az valahol újra elindítson bennünket ezen az úton, hogy gondoljuk át, hogy mekkora ajándék Istentől az imádság a kezünkben, és hogy ezt az ajándékot ne herdáljuk, ingyen van, használjuk, éljünk vele, legyen ezáltal jobb az életünk, a hitéletünk, mindenkinek az élete, akikért imádkozunk. Hatalmas ajándék ez, de nem hiszem, hogy van ennél elhanyagoltabb vagy kevésbé kihasznált ajándéka az Istennek. És csak rajtunk múlik, hogy ez ne így legyen. Vétkes hanyagság egyfelől, én azt gondolom, amit eddig hagytunk, elszalasztottunk az ima tekintetében. Másrészt egyfajta bátorítás is van ebben, hogy bőséges tartalék van még a rendszerben. Tehát vannak lehetőségeink, nagyon komoly lehetőségeink, és még csak azt sem mondom, hogy karnyújtásnyira, mert még a karodat se kell, hogy kinyújtsd, elég, hogyha letérdepelsz, és összeteszed a kezed, és becsukod a szemed. Én kívánom, hogy Isten frissítse fel mindnyájunk ima életét, és azt is kívánom, hogy amikor majd tapasztaljuk ennek az áldott hatását, akkor osszuk meg egymással ezeket a jó tapasztalatokat, ezzel is ösztönözve egymást a jóban. Az Isten segítsen meg bennünket ebben a tekintetben is. Amen. Thank you.